Sziasztok! És még mindig nincs hangom, mármint remélem a jövőben már visszajön. Ez egy olyan vlog, amit én két héttel ezelőtt készítettem el. Tehát emlékeztek még a két héttel ezelőtti vasárnapi vlogra? Arra, hogy elutazom két hétre? Na, ez pontosan most veszem fel, azután a videó után. Igazából ez azt jelenti, hogy eltelt két hét. Láttátok mind a 8 videót, és kíváncsi vagyok a véleményetekre. Légy szíves a kommentekben írjátok le, hogy tetszettek-e ezek az előre felvett videók, észre lehetett-e venni, hogy nem voltam el itthon, vagy tök király volt, csak annyi, hogy nem volt minden a videó. Remélem tetszett nektek az összes videó, tényleg nagyon keményen dolgoztam vele. És van 2 darab jó hírem. Először is, ma van a szülinapom, srácok! Ma vagyok 22 éves! Az milyen durva, 22 évvel ezelőtt születtem, tényleg. És szeretnék majd egy szülinapi videót is készíteni, légy szíves ebbe is adjatok tippeket, tehát hogy mit szeretnétek ebbe a szülinapi videóban látni, például mit tudom én, anyával nézegettünk gyerekkori képeket, és ő mesél rólam érdekes sztorikat, ezt annyira nem, mondjuk lehet, hogy vicces, ezt nem tudom, de ha van valami jobb ötletetek, mondjuk süssünk tortát, és nyomjuk bele a fejünkbe, vagy mit tudom én, együk meg, és utána nyomjuk bele a fejünkbe, vagy nem tudom, vagy sütiket csináljunk, vagy mondom, légy szíves, ti nagyon-nagyon kreatívak szoktatok lenni, írjátok le a kommentben, hogy mit csináljunk, és ígérem, amelyik tetszik, és tényleg tök király, ezt meg fogjuk csinálni egy videóban. A második jó hírem az pedig, elmetek holnap érkezünk. Mármint remélem, haza. Ismét ide vissza a stúdióba. Tök vicces, mert a jövőbeli énem már biztos nagyon várja, hogy vissza leülhessek ide. Én pedig most itt ülök. Ha, jövőbeli énem, megszivattalak, én már itt ülök, én videózok, te pedig két hete nem tudsz videózni. Na milyen érzés? Nem, de tényleg biztosan nagyon-nagyon várom, hogy ide visszajöjjek. Remélem minden rendben volt, és biztosan nagyon jól éreztük magunkat. Remélem tudtam videót onnan is feltölteni, de biztos, hogy Snapchaten, Instagramon, vagy valahova a Facebookra írtam ki nektek. Remélem ti is láttátok. És úgy gondoltam, hogy ebbe a videóban is csinálunk valami érdekeset, ezért mutatok nektek egy nagyon-nagyon király Instagram profilt, amit nem én készítettem, nem is tudtam az elején, hogy van, úgy küldte el a készítője, hogy van egy ilyen oldal, és azóta követem, annyira kérem, már legalább 2 vagy 3 hete követem az oldalt, minden nap nézem a mémeket, és nagyon-nagyon vicces képeket vág rólam össze az illető. Úgyhogy szerintem nézzük is meg, és légy szíves, kérlek titeket, hogy ti is menjetek és lájkoljátok Janosi Gergő memek. Tehát ha beírjátok a keresőbe, Instagram keresőbe, Janosi Gergő memek, ugye Janosi Gergő mémek. Lent lesz a link a leírásba, menjetek, kövessétek, mert én rengeteget nevettem, úgyhogy most megnézzünk pár érdekeset. Még egyszer mondom, ez a videó 2 héttel ezelőtt történt, tehát azóta már biztos rengeteg új kép is van fent, de mostani kedvenceimet meg is nézzük, mit szóltok hozzá, úgyhogy menjünk is fel a gépre. Szóval srácok, itt vannak azok a mémek, amik 2 héttel ezelőtt is fenn voltak ezen az oldalon. Meg is mutatok nektek pár kedvencemet. Például ez egy óriási nagy kedvencem, amikor valaki beszól. Na, és téged meg ki kérdezett? Ilyen fejet szoktam vágni, de elég sokszor, amikor például olvasom a kommenteket, hogy elmondom nektek, hogy ezt ne csináljátok, és valaki csak is azért megkezdi csinálni. Na, akkor pont ilyen fejet szoktam vágni igazából. Ez megtörtént velem nem régen, hogy ne neves, most egy komoly helyen vagyunk, én pedig alig tudtam befogni a számat a röhögéstől és a könnyeimet visszafojtani. Ilyen sokszor megtörténik. Na nézzük, ezt nem is láttam. Amikor valaki egy történet nagyon félrejtettet mond el, szerintem próbálnak máshogy megfogalmazni. Amúgy az illető nagyon-nagyon királyú vágja össze a képeket rólam, tényleg nagyon király. Nézzük, mi van még. Amikor kb. 20-adjára fütyülsz a kutyának, de még mindig nem jön oda hozzá. Azért néztem oda, mert ott van Kinga. Ez nálunk nagyon-nagyon sokszor meg szokott történni. Kivéve, ha kaja van nálad. Akkor rögtön jön a kutya. Mind a kettő. Ilyen délutánokat remélem ti is szoktatok csinálni, amikor elhatározod, hogy egész nap Janosi Gergő videóit fogod nézni. Remélem, ilyen délutánokat ti is szoktatok csinálni. Amikor énekelsz egy dalt, és valaki tudja a folytatást, hát én most nem kezdek el énekelni nektek, srácok, de szerintem ilyen már veletek is történt. És most délután láttam, egy nagyon-nagyon királyat, ami tényleg megtörtént velem, pont a múltkorában. Itt van! Amikor dolgozod közben nem tudod elolvasni a puskárat. De most srácok, elmeséljek egy rövid történetet. Először is életemben maximum 2-szer puskáztam, vagyis próbáltam meg puskázni. Amikor először puskáztam, akkor mire leírtam a puskát és megírtam, addigra meg is jegyeztem az egészet. Másodszorra pedig pontosan ez történt. Majd, hogy ez. Nem tudtam elolvasni a saját puskámat, amit írtam. Úgyhogy semmit nem ért az egész! Na mindegy. Szóval srácok, nem is akarom tovább nézegetni ezeket a mémeket, mert mondom, most már biztos rengeteg új van. Menjetek a leírásba, a linkre kattintsatok rá, biztosan nagyon fog tetszeni. Rengeteg király van. Még egyszer egy óriási nagy pacsi az illetőnek, vagy hogy szokták ezt mondani. Meg egy duda. Nagyon-nagyon király oldalt csinálsz, köszönöm szépen. És srácok,
Ez lenne a két hetes nyaralásom záró videója. Remélem jól telt minden, remélem minden rendben volt. Remélem nektek tetszettek a videók, és esetleg, ha nem láttatok mondjuk ezt a videót itt, akkor kattintsatok ide, nézzétek meg. Remélem tetszeni fog nektek, és ne felejtsetek el kommenteket írni, hogy mi legyen a szülinapi videóba. És még egyszer, boldog születésnapot nekem! Sziasztok!